Na, sziasztok! Én Vito 19 vagyok. Szeretnék nektek bemutatni, most ezzel azért készülök nektek, megmutatom, hogy én hogyan szoktam csinálni a bundás kenyeret. Most így elmondom nektek, tudom, azt fogjátok mondani, hogy ti másképpen csináljátok. Most azért mutatom be ezt nektek, mert sokan el vagytok képzelve, hogy én mit eszek, mit nem. Na, most én, itt vannak ezek a bolti 10 darabos friss tojás, és most én azt szeretném nektek bemutatni, én hogyan készítem el a bundás kenyeret, és mint sütöm ki ezen a gáztűzhelyen. És nézzük meg, hogy sokan tudom, hogy azt fogja mondani, hogy te ne tegyél bele leves és sót tegyél bele. Én most így össze fogom keverni, azért mutatom be ezt nektek, és na, most kezdjük, jó? És annyit fogunk csinálni, hogy... Így, tudom, hogy ebből nem fog látszani semmi. Itt van ez. És szépen ezt ki fogom nyitni, és annyit fogunk tenni bele, hogy itt van, nem fogunk olyan sokat beletenni, egy csipetnyit fogunk beletenni, így, amikor ebben megvagy, akkor annyit fogod csinálni, hogy beleteszel annyi sót, amennyi kell a tojásba. Így, ezt félreteszed. És annyit fogod csinálni, hogy ezt a tojást így, várjál. Megfogod, feltöröd. Így. Amikor ebben készen vagy. És megnézed. Szétfolyik, nem baj. Ilyen a tojásnak az állaga. Nem tudom mikori, de furcsa az állag. Így. És szépen meg fogjátok csinálni magatoknak is, hogy én hogyan szoktam. Sokan igen, megmutatom én, hogyan szoktam a bundás kenyeret elkészíteni. Annyi tojást... annyi tojást... megcsinálsz magadnak, hogy jó legyen, így. Így. Jó, ennyi. Ennyi tojást meghagyunk, 3 darabot benne. Amit mondtam, ezt is félreteszem. Így, annyit csináljunk, hogy feltépjük a kenyeret. És megfogod egy kanált, ezt a tiszta kanalat, így, megtöröljük egy kicsit, egy kanalat megfogsz, szépen na, megfogod egy kenyeret, szépen beleteszed, megfogod, átteszed ide. Ezt senkinek nem kell mondani. És tovább, jó, be tojásosod.
Jó van, csicsám. Szépen megfogod. Amikor ebben megvagy, tudom, mindenki azt fogja mondani, á, te nem jól csinálod, de. Gyerekek, aki tud sütni, az jó az ágyba. Mert akinek jó a tojása, az jó az ágyba is. Így. Megfogod. Jó, szépen bepasszírozod. Így. A bundás kenyérnek a lényege, az, hogy jó az állaga is. Így. Megfogod a többi tojást, szépen ebbe beleteszed a tálba. Ezt. És szépen ide leteszem külön. És előre begyújtom a gázt. Szépen megmutatom nektek, hogyan így. Na. Így. Szépen itt van beparírozva nektek a tojás, vagyis a kenyér. Szépen itt ég a gáz. Szépen megmutatom nektek én, hogyan szoktam csinálni a tojást, a tojás bundás kenyeret. Annyit csinálunk, hogy van ez a jó kis tárcsa, hogy annyit fogok nektek bemutatni, hogy nem legyen. Megvárod, hol van az is az a vaj? Itt van. Annyit csinálsz, hogy szépen annyi olajat töltesz bele, amennyi kell a zsébe. Így, nekem ez minimum elég. Úgy kétszer eljátszod, hogy veszel magadnak egy másik tányért, avval, hogy azon, hogy jó lesz az a tál egyáltalán, ha van tiszta tányérom. Így. Jó, ennyi. És fogsz egy olyan dolgot, hogy fogsz magadnak egy volna itt szép villa, az megköszön. Már most én is fogok venni ide egy villát, amikor csinálom ezt a videót. Már most fogok tényleg venni egy másik villát. Ott van már pirul az olaj. Tudom, azt fogjátok mondani, hogy nem jól csinálom, de jól csinálom. Azért, amikor mutattam nektek én, hogyan csinálom a tojást, vagyis a tojás most bundás kenyerest. Annyit csinálok, hogy figyeljetek, innen egy kicsit letépek. Így. És megnézem. Ez még mehet forróra is, mert ez még nem jó. És megmutatom én, hogyan szoktam átsütni, vagyis nem átsütni, hanem gyengére átsütni a tojás bundás kenyereses, vagyis a bundás kenyereses ízét. Csak is három tojás maradt, három darab. Itt meg is tudom nektek mutatni, három tojás. Nem, neked nem kell olyan sok kenyér, annyi kenyér maradt, amennyi ott van benne a táska ízébe, az a skóba. És akkor ez mehet is belefel a tálba. Így.
és már rögtön forgatod. Már rögtön forgatod szépecskén átfele. Amikor ebben megvagy, és várod egy kicsit, hogy ilyen barnás színét adja elő ez a bundás kenyér, és szépen meg kell nézni, hogy tudom, nektek olyan gáztűzhelyetek van, ami új gázpalackos szarságok, de nekem ez jó éppen is. És most én azt mutatom be nektek, hogyan csináljátok meg magatoknak a bondás kenyért. Nem így, hogy én már rögtön veszem is ki. Így. Amikor ebben készen vagy, akkor feltetted ide, és teszed át. Így. Így. Amikor ebben készen vagy, akkor teszed. Akkor teszed a másikat, a kicsiket. Így. Úgy szintén a másikat is. És amikor ebben megvagy, és teszed is, megint. Így. Amikor ebben megvagy, tudom, hogy éhesek vagytok ti is, hogy ebből nem tudok semmit adni. És annyit fogtok csinálni, ti is, ha jobban megtudjátok ti is, akkor mutassatok már nekem meg egy videót, ti hogyan csináljátok meg a bundás kenyeret, hogy mit tesztek vele, és én megmutattam, hogy én mit teszek hozzá, milyen bundás kenyér, milyen vagyis milyen izét használok, nyavajákat, hát ezt meg kell fordítni, nehogy megégjem. Így. Így, ennyi. Szépen ilyen barna legyen, mint az. És ennyi, ezt ki is szedjük. Így. Amikor ebben megvagy, akkor jöhet még egy nagyobb. Így, megvárod egy kicsit, az süljön ki a nagy. És amikor ebben megvagy, ezt félreteszed. És ezt tényleg, várjál, tényleg szoktam én csinálni ezt a bundáskenyét, nem nyáron, nem ősszel, hanem most, inkább is most. Meggondoltam magam, hogy csinálok egy kis bundit. Azért csinál... Ég a gáztűzhely. Ég. Hát gázzal is igen kell vigyázni. Ott van. Lehet látni, hogy én hogy csinálom. És nem fogom úgy csinálni a bundás kenyeret, mert ide figyeljetek, ahogy én csinálom a bundás kenyeret, ahogy más csinálja, ahogy tudja, én ilyen kenyérből szeretem csinálni a bundás kenyeret. Azért, tudjátok, ezt a olyan fajta kenyérből szeretem csinálni, hogy amit nem a húsvétra szoktak venni, ez a, tudjátok, ez a, nem tudom, hogy hiák azt a kenyeret. És ja, én olyan kamerára csinálom, tudjátok, a videót, hogy egy Samsung Galaxy 1000-esről Galaxy izéről csinálom a videót, és itt lehet látni, hogy én mit csinálok. És mi? És én mit szoktam enni? Akkor, hogy amikor megtudjátok, hogy én mit szoktam enni, és tudom, azt fogjátok mondani, hogy te nem jól csinálod,
Minek veszed ki ilyen hamar? Mondom, azért veszem ki ilyen hamar, senkinek, vagyis aki tudja ezt csinálni, az csinálhati. Jó. Nem tudom, minek mutatom be ezt nektek ezt a videót. Van már lassan egy játékos videóm is. Van minden. Már csak azért csinálom ezt. Ezt tett meg, mert jó tudjátok, hogy én szeretem a tojást. Így. A bolti tojást szoktam mindig enni. Azért mindig a bolti tojást. Mert ezt én nagyon szeretem, ezt a bolti tojást. A macska ott van, és ő is. Igaz, cicsám? Igaz? Na. Így megfogod. És ennyi, ennyit sikerült kisütni belőle. És megfogod, most... Most én azért mutatom be ezt nektek, hogy meglássátok, hogy én hogyan zárom el a gázt. Megfogjátok, erre tekeritek, így. Amikor elalszik a gáz, akkor el van zárva, erre pontosan, így. És ennyi. És ugyanúgy szintén eljátszátok ebből is erre. És kész, ennyi, le van tudva. És beteszitek a hűtőbe, amit a saját tojásotok. Így. És megfogítok, ide beteszitek. És ez jó kis méz, vagy estére. Ami a tiétek, ide félreteszitek, és ennyi. Lesz mit ennétek majd hónapra is. Már itt tojásán tudta lesz, nem bundáskenyér. És megfogítok, kihúzítok azt a ládát. Van itten benne egy kóla, ami hűtésre lett vetélve. Megfogítok, és ennyi. És lehet nyammogni. Ide felteszem. Na, itt van ez a jó kis fasza. Bundáskenyér, megtudtátok, hogy én mit teszek. Hogy én hogyan készítem el normálisan ezt a magyaros bundáskenyeres... mi ez? Hogy hiák ezt? Bundáskenyert. És megtudtátok, hogy én mit teszek. Kólával együtt. Az nagyon tökéletes. Nem tejával, kólával. Már most kólával próbálom megenni. És ennyi volt a videó, hogy köszönöm szépen néztétek. Ez itt a Viktor macskásos bundáskenyéres videó. És kis aranyos macska, aki mellettem 7 évig megjelent inkább is. Kis aranyos csicsa. Jó. Na, az ott a másik a macska is, a csíkos. Na, te is gyere inni le, mert apu megöl. Így, ennyi. Na! Köszönöm szépen, nézzétek ezt a videót. Én Viktor 19 voltam, ez itt a bundáskenyér, sütés és evés. Jó étvágyat mindenkinek, sziasztok!